A mozgás korlátozott a Komárom-Esztergom megyei egyesületének Tatai Sorstársak klubja folytatva több mint másfél évtizedes hagyományát idén is kiállítással készült a közönségnek. A térség 15 alkotója mutatkozott be november 15-én a Magyari Zoltán Művelődési Központban, ahol Mihű József polgármester is köszöntötte a megjelenteket, majd átadta az önkormányzat támogatásáról szóló okiratot a helyi szervezetnek. Egy jó dolog, hogy a városban olyan közösségek vannak, akik, hogy Kálmán Attila tanár úr szavával éljek, amit mostában többször is szoktam idézni, hogy az asztalt nem verni kell, hanem megteríteni, mert hogy sokkal könnyebb verni, mint megteríteni. Hát ők ez utóbbihoz tartoznak, hogy inkább terítenek, és valamit létrehoznak, valamit produkálnak. Jóisten segítse őket ebben az aktivitásukban és ebben a munkában, különösen most, amikor ez a Covid helyzet, ugye az elmúlt időszakban mindenkit beszorított a lakásába, kicsit összép húztuk magunkat, a családok viszont többet együtt lehettek, meg mindenki a maga kis hobbiával még többet tudott foglalkozni. Úgyhogy volt ennek azért ilyen szempontból jótékony hatása is. A Tatai Sorstársak klubja 1991 óta működik, rendszeres programokat kínálva a térséget érintő tagoknak. Magához a Tatai klubhoz is hozzátartozik a térség, tehát a naszáiak, a kocsiak, a Dunaszent Miklós szomód, tehát a Tatai is kis térsége mondhatom. Vannak kocsi kiállítóink, van naszái kiállítónk, meg hát most ez a újabb, mondom, hogy két éven belül ez a két kis tatabányai sorstársunk örvendeztetett meg bennünket, mert ilyen dolog még itt nem volt eddig. Horgolás, hímzés, goblenezés, fafaragás, papír, tehát újrahasznosított papírból készültek ilyen konyhai termékek, harisnya, virágok, és hát régi képek gyűjteményéből van a tárló, vagy a tabló a falon. Úgyhogy az idén ilyen dolgaink vannak. A Sorstársak klubjának 17. kiállítását várhatóan december közepéig tekintheti meg az érdeklődő közönség.